Üdvözlégy, magyar nép! Filányban és vérben születtél meg újra, három nagy éjszakán, vad ágyú dörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyat adott kezébe Isten újja? S mely nép beszélt így önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújja? Búcsigájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult ezer évben, vérrel s vassal tanítsa zsarnokát. Hol zsarnokságban, hol zsarnokságban, hol zsarnokságban, hol zsarnokságban, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, hol zsarnokságban, az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahol a gyermek idegennek felel. Hol zsarnokságban. Áldottak a diákok, kik zsongó iskolákból az utcára mentek, s történekre cserélték ceruzáikat a zsebükben. Áldottak az öregek, kik merészebbek és bátrabbak voltak a fiataloknál, gépfegyverek ellen mellük falát emelve. Általuk őrizhetik majd a... Alpolgármester úr. A Nyugat-Magyarországi Egyetem nevében professzor dr. Faragó Sándor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora és dr. Nálik András rektor helyettes úr. Elhelyezi koszorúját a Benedek Elek pedagógiai kar nevében dr. Katona György dékán úr. Az erdőmérnöki kar nevében koszorút helyez el dr. Bidló András dékán helyettes úr és Jánoska Ferenc dékán helyettes úr.
A közgazdaság tudományi kar nevében koszorút helyez el dr. Wilfing János dékáni hivatalvezető és dr. Kolosszár László dékánhelyettes úr. A Simonyi Károly műszaki, faanyagtudományi és művészeti kar részéről dr. Alpár Tibor dékán úr. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel megkérem, hogy a MEFESZ vezetősége nevében helyezzék el tisztelettel koszorújukat az itt jelenlévő vezetők. Bújdosó Alpár és Németh Kálmán urak. A Szent Pál katolikus szakkollégium nevében Vadosné Keresztes Anna gazdasági vezető helyez el koszorút. Tisztelt emlékezők! 1956 hőseinek a mai napon mindenki tisztelettel adózik. 57 év távlatából a kommunista világrendszer bukása után immár tisztán kirajzolódik a magyar forradalom és a szabadságharc történelmi jelentősége. Mindenkit felvegyek.
normális.